A közösségért aktívan tevékenykedők elismerésére rendezett díjátadó ünnepséget az Együtt Nagy Tajcsáért Egyesület. A díjazottakat, családtagjaikat, barátaikat Bátori Csenge köszöntötte, majd átadta a szót Huri Tamásnak, az Egyesület elnökének. Az Együtt Nagy Tajcsáért Egyesület egy hosszú távú céllal jött létre, melynek a legfontosabb célja az a közösségépítés. Hisszük azt, hogy a hagyományaink, a kultúránk és egy erős közösség az egyik legfontosabb értékünk lehet a jövőben. Minden nap azért dolgozunk és azért kelünk föl, hogy ezekben fejlődni és erősödni tudjunk. Mi az Egyesületben várjuk az új ötleteket, az új projekteket, az új tagokat, akik szeretnének ehhez a közösséghez tartozni, csatlakozni és tenni a jövőben is azért, hogy erősek, és egy jó nagy tartsán élhessünk. Köszöntőt mondott Kis Attila, az Egyesület alelnöke is. Azért azt ne felejtsük el, hogy ugyan egy szabadságharc, egy szabadságérzelem vezérelte akkor a fiatalokat, egy olyan vágy, hogy szabadokká váljunk, megváltozzon a hatalmi berendezkedésünk és sok minden más, de alapvetően a közösségért szerettek volna tenni. És hogyha szabad ezen a szálon megérkeznem a mai napokba is, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy nem kell ma forradalmat megélnünk, bár bizonyos szempontból érdekes időket élünk, az biztos, de az azért lenyűgöző, hogy ma egy közösség világosan látszik, hogy ott, ahol közösség életet élnek, és félre tudják tenni az oldalak különbségét, a színek különbségét, a nagyon merőben másképp gondolkodunk című mondatokat, ott épül a közösség. Elsőként az év önkéntese díjat adták át. Ez a díj azokat az egyéneket ismeri el, akik kiemelkedő önkéntes munkát végeznek a közösségért. Az év önkéntese díjat Nagy Tibor kapja, aki nagy örömmel fogadta a díjat, de sajnos ma nem tud itt lenni közöttünk. Jövő héten kerül átadásra neki ez a díj, amit felveszünk, és majd egy következő alkalommal önök is láthatják. A közösségi szolgálat díj olyan személyeknek vagy csoportoknak adható, akik jelentős hozzájárulást tesznek a helyi közösség fejlesztéséhez, például szociális, oktatási vagy környezetvédelmi projektek révén. A közösségi szolgálatért díjban részesül Tóth Bagi Szilvia. Én úgy gondolom, hogy ezt az elismerést ma a Együtt Nagy Tajcsáért Egyesületért azért kaptam, mert hosszú évek óta önkéntes munkát végzek a Fizesleget Egyesület számára, és közös munkával kiemelkedő eredményt értünk el. Az ifjúsági vezető díj olyan fiataloknak adományozható, akik vezetői képességeikkel, innovatív ötleteikkel vagy közösségi szolgálataikkal kiemelkednek. Ifjúsági vezető díjban részesül Koszták Rudolf. Úgy gondolom, hogy ez a díj az, amit valóban minden évben oda kell ítélni azoknak a lakosoknak, akik sokat tettek a községért, sokat tettek a közösségért. Örülök, hogy úgy vélték, hogy ezt a díjat megérdemlem az ifjúságért, a sportért és a kultúráért tett munkámért. A kiemelkedő szülődíj olyan szülőknek vagy gondviselőknek adható, akik példaértékű neveléssel és a közösség életébe való aktív bekapcsolódással támogatják gyermekeik fejlődését és a közösségi értékeket. Ezt a díjat idén Szalkai Gáborné Anikó veheti át. A falu gyerekeit és fiataljait évek óta a Rozmaning Néptán csoport fogja össze. Nagyon jó helyen vannak ezek a gyerekek, nem az utcákon mászkálnak, hanem őrzik a hagyományokat. A kulturális örökség őrzője díjjal azokat az embereket ismeri el az Egyesület, akik nem csak őrzik, de éltetik is a helyi kultúrát, nyelvet és művészetet. A kulturális örökség őrzője díjat Pátori László veheti át.
Az életműdíj olyan személyeknek adható, akik hosszú éveken vagy évtizedeken át tartó kiemelkedő munkásságukkal járultak hozzá a közösség életéhez. Életműdíjban részesül Pap János. Amikor 1975-ben Nagytalsára kerültem, mint hivatásszűz katona, azt sem tudtam, hogy hol van Nagytalsa. Büszkén vallom azt, hogy sikerült beépülnöm a közösségbe. Két cikluson keresztül, mint a község alpolgármestere működtem. A 1999-2000-ben a Magyar Honvédség Nagytalsa helyőrség parancsnokaként szolgáltam, majd 2005-től nyugállományba vonulásom után egy megalakított nyugdíjas egyesülettel, aminek jelenleg is 160 fős tagsága van, majd 2013-tól a Nagytalsai Tömegsport Egyesület elnökeként, most már több éven át dolgozunk a község sport és kulturális életéért. Végül a résztvevők külön is köszöntötték Báthori Lászlót, aki március 15-én Budapesten átvette a köztársasági elnök kitüntetését, a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatát. A díjat a magyar tánckultúra értékeinek megőrzését szolgáló példaértékű művészeti és közösségszervezői tevékenysége elismeréseként kapta. Nagyon kedves és kellemes meglepetésben volt részem a mai nap is. Egy olyan díjat vehettem át, amit azok az emberek, akikkel együtt dolgoztam éveken, évtizedeken keresztül, ők szavaztak meg, ők határoztak meg. Úgyhogy ez a díj, ez mindenképpen fölteszi a híre a pontot. Azzal együtt, amit a tegnapi napon is kaptam, az igazán nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el. Egy életmunkáját ismerték el ezzel a díjon is.